épület tömje előtte az egykori várárokból kialakított csónakázott volt. A 15. században épült gyulai vár Európa egyetlen ilyen jó állapotban fennmaradt gótikus vára. Maróti János kezdte el építeni. A későbbi továbbépítés Mátyás király fiához, Korvin Jánoshoz fűződik. Ez a vár is részt vett a török elleni harcokban. A magyarok 14-szer verték vissza Szulejmán szultán seregeit, de végül 1566. szeptember 2-án sikerült elfoglalni a törököknek. Ettől kezdve 129 éven át a gyulai vég volt a vár ura. A török kiűzések után a várfalakat lebontották, csak a belső vár menekült meg a pusztulástól. A várban ma múzeum működik, mely a középkor világát és a reneszánsz mindennapjait mutatja be. Falai között működik a gyulai várszínház. Emellett a várkert is sok kulturális,